Játékerőben jelentősen gyengülő bonyhádi férfi kosárlabda csapat látványos, az elmúlt két évben megtörtént visszaesése megállni látszott az NB1B gyengébb játékerőt képviselő csapatok alkotta mezőnyében. Kezdett az alsóházból felfelé jönni a bonyhádi KS-e, s a koronavírus kitörés előtt még arra is lett volna esély, lehetőség, hogy bekerüljön Morgan Figyes csapata a felsőházi rájátszásba. Amihez persze további játékbeli javulásra lett volna szükség az egyébként fejlődőképes fiatalokból álló csapattól. Ez nem feltétlenül biztos, hogy sikerült volna, ugyanis két nagyon nehéz idegenbeli mérkőzés lett volna, de a biztos bemaradás megvolt, és a koronavírus helyzet miatt igazából úgy is alakult a végén, hogy sem kiesőt, sem feljutót nem hirdetett az MKOS ebben a bajnokságban. A bonyhádi KS-e a félbeszakított idei bajnokságban a 12. helyen végzett az NB1B zöld csoportjában, és innét szeretnének a következő szezonban feljebb lépni. Úgy, hogy több pénzből biztosan nem gazdálkodhatnak, mint korábban, tartanak attól, hogy inkább kevesebből. Az előrelépés zálogát továbbra is alapvetően a kettős igazolással az atomerőmű ESE junior csapatától érkező játékosok jelentik, akikkel anya egyesületüknél is a bonyhád edzője Morgan Figyes dolgozik. A saját utánpótlás neveléséből kinövő, erre az osztályra alkalmas néhány játékost szerencsétlenségükre a jól ismert okok miatt nem sikerül megtartaniuk. Nagyon sokan azt választják, hogy esetleg Pécsen, Budapesten vagy az ország más pontján folytatják a tanulmányaikat. Ez nehezíti meg azt, hogy egyáltalán itt tartsunk olyan fiatalokat, akik később potenciális felnőtt játékosok lehetnek. Ezért törekszünk arra például, hogy a Pakssal, Morgan Figyesen keresztül játékosokat tudjunk úgymond hozni Bonyhádra, és az NB1B is bajnokságban egy olyan rutint adva nekik, akik, amivel esetleg később már az NB1 as bajnokságban is tudnak játszani, vagy egy másik B csoportos csapatban, akár a piros csoportban tudnak maradandót alkotni. Hozzájuk csatlakoznak a még régebbi sikeres bonyhádi csapatokból mára megmaradt itteni kötődésű játékosok, mint például Tömösvári Máté és Gébert Attila, akik rutinjukkal segíthetnek mind a támadásban, mind a védekezésben. Nem lesz a következő évadban a bonyhád játékosa a szerb Uglinić, aki irányító poszton játszott, de a keret többi tagja a dolgok jelenlegi állása szerint marad. Morgan Figyes hozza magával a paksi fiatalokat, Pup Bencét, Dorogi Gergőt, Jakab Mártont és Csobán Dávidot. A szerb Uglinić biztosan nem marad a csapatnál, de továbbra is lesz egy külföldi játékosa a Bonyhádnak, a 20 éves horvát Patrik Maškajevićre ugyanis, aki irányító poszton bevethető, számít az edző. Úgymond neves kész játékos, a piac szűkössége, no és a csapat erősen behatárolt anyagi lehetőségei miatt nem lesz. A klubelnök aggódik, hogy a járvány elhúzódó negatív hatásai miatt néhány eddigi fix támogató sem tudja adni azt, amit eddig. A cégek nagy része leállt ebben az időszakban, és a jövő évre a forgalma, illetve a bejövő profit nem akkora lesz, mint volt akár esetleg egy évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy a következő években nehéz lesz akármilyen támogatáshoz jutni, pont ez miatt a helyzet miatt. Kapaszkodónak is felfogható pozitív hír, hogy a városi önkormányzat a lehetőségei közepette a nehéz helyzetben is maximálisan megadja a támogatást, jelezvén, hogy kell Bonyhádnak egy olyan csapat, amelyik a nemzeti bajnokság másodosztályában szerepel labdajátékban, amely idővel újra képes lesz megtölteni a csarnokot kosárlabda meccseken. Az önkormányzattól igazából mindig minden segítséget megkapunk, azt kell, hogy mondjam, tehát ugye most is beadtuk az éves sport és civil pályázatos pályázatunkat. Ugye a koronavírus miatt ez a dolog is kicsit máshogy változott, tehát most június 25-én lesz egy önkormányzati testületi ülés, ahol szint újra döntenek róla. Ugye volt róla döntés, részdöntés, de a teljes támogatási összeget most valószínű, hogy sikerül realizálnunk nekünk is. Most már hosszabb ideje érthető okokból szünetel a felkészülés. Azt tervezik Bonyhádon, hogy legkésőbb augusztus végén megkezdik a közös edzéseket a következő szezonra.